Nem szerette volna nevesíteni a Fidesz frakció vezetője azokat a civil szervezeteket, amelyeket hátrányosan érintene a civil törvény módosítása. Gulyás Gergely szerint az érintett szervezetek nagy részét Soros György finanszírozza. A demokratikus koalíció szerint Orbán Viktornak távoznia kéne Európából, mert Magyarország az unió tagja szeretne maradni. Ezeknek a szervezeteknek nagyon nagy többsége az Európai Unión kívülről, nagyrészt Soros Györgytől kap jelentős támogatásokat. Legalábbis ezt gondolja Gulyás Gergely, a civil törvény módosítása után hátrányba került civil szervezetekről. A javaslat értelmében azok az egyesületek, amelyek évi 7,2 millió forintnyi támogatást kapnak a határon túlról, azok már külföldről támogatott szervezetnek minősülnének. Ebben nem kell beleszámítani az uniós forrásokat, de csak abban az esetben, hogyha a magyar költségvetésen keresztül kapja a civil szervezet. A Fidesz frakció vezetője szerint ez nem nevezhető megbélyegzésnek, ugyanis a módosítás a jelenleg működő civil szervezetek mindössze 1%-át érintheti. Semmilyen megbélyegzést az nem jelent, vagy ha igen, akkor maga a tény jelenti, hogy valaki külföldről kap bármilyen támogatást. Én szerintem nem jelenti azt. Ennek a ténynek a nyilvánosságra hozatala szerintem nem sérelmes senkinek a működését, nem befolyásolja. Semmilyen korlátot a magyarországi működés elé attól, hogy valaki külföldről támogatott, nem szab. Az érintett civil szervezeteket viszont nem szerette volna nevesíteni. A demokratikus koalíció szerint Orbán Viktor a CEU elleni támadás után a civil szervezeteket vette gorcsó alá. Sebbien Petrovszky László szerint ez egy újabb lépés, ami Európából Oroszországhoz vezeti az országot. Orbán Viktornak azt mondjuk, hogy ő maga távozzon Európából, de minket hagyjon Európa tagjának, Magyarország Európa tagja akar lenni. A demokratikus koalíció mindent megtesz azért, hogy Magyarországot Európa kötelékébe tartsa, a civil törvény pedig ennek ellenére ez ellen hat, ezért fellépünk. A tervezetet már benyújtották a parlament elé, Gulyás Gergely, Kósa Lajos, valamint Németh Szilárd jegyzi a módosítást.